Az én egyik kedvenc könyvem, Gárdonyútól a láthatatlan ember, azért ezt a könyvet választott, mert ez egy több síkon értelmezhető regény. Ha úgy nézzük, akkor ez egy eléggé filozofikus könyv, Menne benne van tulajdonképpen átvitten az írónak a véleménye szakrális dolgokról, egyéb filozófikus dolgokról, megjelenik benne a, egy embernek a felüldéstörténete, benne van tulajdonképpen az, hogy milyen kalandos is tud lenni az embernek a léte, elkölcsi kérdéseket is feszegetés, hát mintegy az is megjelenik benne, hogy az ember gyakran nagyon, nagyon gyakran állcott hord, és az arca az nem jelképezi azt, hogy valójában ki ő, azt szóval gyakran csak az egyén tudja. Úgy Mondom, hogy Gárdonyinak is tulajdonképpen az egyfajta furcsasága az, hogy az emberek nem értették meg az ő korában is megjelenik ebbe a könyvbe. A könyv két kultúra találkozását írja, írja le a, a, a művelt, vagy műveletnek gondolt kelet-római e, kultúrát mutatja be, és emelként bemutatja a Hunbirodalom kultúráját is. Az események folyamán az ifjú, akinek az életét az ifjúkorát végigkísérhetjük, az esemény elején tulajdonképpen egy felszboltott a aki gazdája révén óriás műveltség birtokába jut, majd utána bekerül a hunbirodalomba, ott e, először szolga lesz. E, egy szerelmi szál folyamán alakítja hogy a családkényeket, hogy ő egy hun a szolgája legyen. Majd ezek után pedig kiképzést kap, és remek római katona lesz belőle, és részt vesz a katonai csatában is időszámításunk után 451-be, és utána pedig még egy fordulatot vesz a sorsa, keresztény pappá szentelik a csata után, majd utána visszatér a római birodalomba, és tulajdonképpen itt Attilának a halála körül eseményeket is ö, ö, láthatjuk, ugyan mind a két népnek a kultúrájába betekintést nyelünk ennek a rendkívül színvonalas történelmi regénynek a folyamán.